Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb adása, és Balázs ma hozott nekünk legalább négy témát, de lehet, hogy ötöt is. És te hányat hoztál? Én ebből egyet. Az öt témából, amit én hoztam, abból egyet te is hoztál? Igen, ez így van. Oké, okay. akkor menjünk sorba, és tehát azt tudnotok, hogy a mai, vagy ez a hét, ez nem volt annyira durván hírekkel teli, mint a múlt hét, vagy az előző hét, de nem is baj, kell egy kis chill, úgyis rég beszéltünk arról, hogy mivel játszunk mostanában, ugye <laughs> a végén arról is szó lesz, de K mi... Igen? Készülünk a júniusi dömpingre. Hát amúgy, ja, két hét múlva minden is be lesz jelentve, meg minden is jön. Június 6-án például tart a Paradox rögtön egy, egy nagy eseményt, de nagyon sokan tartanak nagy eseményeket majd így a június elejével. Ja, ráadásul az első hetében. Mert másodikán meg a Playstation event lesz. Remélem látjuk a Last of Us 2-t. Hát, már mindenki lát a Youtube-on. <laughs> Jó, oké. Okay. Um, szóval most kicsit ilyen csillezünk, kicsit nyugisabb hírek, kicsit kisebb lélegzetvételű hírek, de ezen belül, vagy ezen túl is nagyon-nagyon fontosak lehetnek. Például a Doom. Az különösen nyugis hír, mert megint egy lázadásról szól. Doom and Gloom. Ez a hírnek a címe. Jó, örülök, a timestamp-be ezt teszem. <laughs> uh, az történt, hogy a Doom megjelent, és mindenki boldog volt, hogy ez egy jó játék. De a Bethesda azt mondta, hogy no, 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 no. Nem lehet, hogy egy játéknak a megjelenését nem csesszük el, mert hogy amit, uh, ezt csinált valaki egy posztot, a PC Gaming subredditen, hogy amit bejelentettek két éve, azt Aha. hiszem, az E3-on, azok a játékok lassan megjelengedtek, és minden egyes játék, <laughs> hát mindegyikkel voltak problémák. Tehát még a legjobban a Récs 2 mm. járt, amely csak simán nem igazán hozta azokat a... Elvá... Számokat. Hát számokat, de annyira nem is hozta az elvárásokat, vagy nem is felelt meg az elvárásoknak, amely, amennyire így szerették volna az emberek. Tehát egy ilyen csöndes megjelenés volt, nem robbantott kasszát. Mm. Semmilyen szempontból. De... Ennél már csak cifrát dolgok születtek. Fallout 76, um, mi volt még a mi ilyesmi megjelenés? Hát volt? még, még ebben a posztban írták a Youngbloodról azt, hogy azzal is az volt a probléma, hogy ilyen elviselhetetlen mennyiségű mikrotranzakció volt benne, ami ellehetetlenített a játékait, ami, ami a viszont... Nem lehetetlenítette el. A tiédet nem lehetetlenített el. egyrészt, másrészt meg, hogy Tehát ez, ez így konkrétan nem volt igaz. Na, vannak problémák a Youngblooddal, nem azt mondom, nem vagyok elfogult, látom, hogy ez nem az, amit az emberek vártak, de a legkisebb gond vele az a mikrotranszakciók, Aha. mert simán végig tudod úgy játszani, hogy semmi szükséged nincs rá, nincs is az arcodba tolva, többnyire ez kinekhez van kötve. Tehát ha, ha, ha valamit kiemelünk a Youngbloodnál, akkor az nem a mikrotranszakció uh -huh. legyen, mert az teljesen háttérbe szorult és semmi problémát nem okozott. Az is inkább egy ilyen leengedés volt. Leengedés? Le, -engedés. le, leenged. Le Letdown. Halódásnak hívják ezt magyarul. Ja. Ugye? Right. Aztán voltak még Elder, Elder Scrolls próbálkozások, mint mondjuk a Blades. <laughs> szóval, ja, a 2018 Emlékszel, hogy a blades azt mondták, hogy ez egy eredeti Elder Scrolls élmény lesz, és nem lesz, mint hogyha csak PC-n jelenne meg egy új epizód. Pont olyan volt. Pont olyan. <laughs> Szóval ne, nem, nem igazán jöttek be, de jött a Doom, és a Doom Eternal minden várakozással ellentétben, vagy ennek megfelelően kiválóan sikeredett állítólag, és minden, ami azóta a, a, a volt hír kapcsolatban, az, az kötött a Bethesda bénázásához. Nem teljesen, mert így utána olvastam, és mm, nyilatkoztak Elmondtuk már abból alapból mi a hír? Nem mondtuk el. Még nem mondtuk el, mi a hír. Akkor még, csak nem fe is. még csak felvezettük, hogy például, amikor megjelent a játék, akkor ez még nem egy negatív hír volt, de erről nem tudom, annak idén beszéltünk-e, hogy amit feltöltöttek verzió, igen. a launcher -be. ah, beszéltünk, Becsértünk, igen. Beszéltünk, jó. Akkor csak egy ilyen uh, ismétlés jelleggel, az egy uh, Denuvo nélküli verzió volt. Exit töltöttek föl, igen. Nem volt rajta a... A védelem, tehát már első nap felkerült a torrent oldalakra. Úgyhogy a. a, a az ilyen lopásgátló szoftvereknek az a lényege, leginkább, mert előbb-utóbb mindegyiket feltörik, de a denugót is úgy reklámozzák, hogy ha az első két hétben megvédi a játékot a feltöréstől, akkor már a, a kiadó jól járt vele, mert, mert nem behozta a pénzt, igen, ami behozta rákoltam, a pénzt rákoltam, amit megszálló Na hát ez itt nem sikerült, mert csináltak egy Denuvós változatot, de nem azt töltötték fel betes, erre. úgy úgyhogy alapból elvágták maguk alatt ezt, a, ezt az ágat. De ettől függetlenül egy jó játék volt, és továbbra is az maradt, csak hát mivel van multiplayer komponens, a márciusban megjelent játékba, május közepén betettek egy anti-cheat szoftvert, ami szintén a Denuvónak egy új fejlesztése konkrétan nagyjából egy héttel azután, vagy két héttel, hogy a Valorant hát negatív kasszát robbantott azzal, hogy a, a, a saját anti cheat uh, rendszerét betette a játékba, és nagyon rossz híre volt. A Betesdánál úgy döntöttek, hogy berakják a Dumba is, nyilván egy másik anti de anti -cheated. Aztán uh, akkora volt a lázadás, hogy ezt ki is vették, de kicsit árnyaltabb a szituáció. Mert hogy betették az anticsítet is egy update-ben, és falnak ment a teljesítménye a játéknak. Uh -huh. Egyrészt, másrészt meg ugyanolyan kernel-módos kernel anti-cheat volt, mint a Valorantnál is. Tehát adatvédelmi problémák is felmerültek, de az igazi kifogás az volt, hogy szarul teljesít a játék ezek után. Na már most ezen a héten bejelentették, hogy kiveszik az anticsítet de egyrészt nem a Betesda ötlete volt, hogy bekerüljön az Anticit, hanem az id. Tehát a fejlesztő csapat döntött így, hogy belekerüljön. A saját döntésük volt. Uh -huh. A másik meg, a denuvo is mossák, mert azt mondják, hogy a teljesítmény problémák nem a Denuvo miatt vannak, hanem azért, mert kicsit átírosgatták a kódot. Például, hogy a videóramat hogy kezeli a játék, és emiatt van az, hogy nagy mértékben leromlott a teljesítmény. Na már most ez mind szép és jó, de végeredményben csak ott tartunk, hogy a frissítéseknek ezt a részét visszavonják. De nem azt mondják, hogy nem a Denuvo a hibás, ezért a Denuvo benne maradt, hanem azt is eltávolítják. Igen, mert hát a Denuvoval alapvető problémák vannak. Öh, nem is inkább adatvédelmi, inkább úgy mondanám, hogy kiberbiztonsági problémák. Mert hogy a kernet olvassa a kernelből töltődik be, ami azt jelenti, hogy nagyobb hozzáférése van a, a az egész rendszer, és mélyebb hozzáférése, mint amennyi talán egészséges lenne. Hát igen, de, de ez a legtöbb embernél adatvédelmi problémákat jelent, mert attól félnek, hogy gyűjtik róla az gyűjtik róluk az információkat. Ami pedig egy kiberbiztonsági probléma. <laughs> Végül. uh, tomato, tomato. De... <laughs> De a lényeg, hogy mm, ezzel takaróztak egyébként, hogy ne aggódjon senki, bármilyen módban is fut az anticsit, az GDPR kompatibilis. Ah, biztos a Tehát nem gyűjt róla semmit. Nyilván... Azt nem, nem is az van, hogy gyűjt hanem az, hogy egy platformot hoz létre arra, hogy egy, egy kis kaput hoz, hoz, létre arra, amit aztán jól ki lehet használni a későbbiekben. És ez kevésbé parás, amikor a Bethesda csinálja, mert azért igaz, hogy fenn vannak ők is a kínaiak segében, de nem egy kínaiak által, nem a kínai kormány által hmm. közvetlenül irányított cég. A Tencentről már kicsit más, vagy Tencentnek kapcsolatban kicsit más a helyzet, meg a Riot Games-szel kapcsolatban, ott, ott konkrétan közvetlen problémák származhatnak ebből. A csak az, hogy valaki kihasználhatja, meg a Denubónál kihasználhatja ezt a rendszert. Egy, egy, ügyes hacker, tudod, aki így a, ül a sötét szobájában, napszemüvegben, és a fején a. az izé van, süsű, -sü, és, és felé a laptopnak, és úgy és unatkozik, mert pont véget a legutóbbi projektje, ami a Last of 2-nek a kiszivárogtatása volt. <laughs> Kellett velem őját keresni. De, ja, ebben az egészben a pozitív, hogy az idnél hallgattak az emberekre, és úgymond engedelmeskedtek. És wow. ami az embereknek nem tetszik, azt kiveszik a játékból. Hát igen, ez amúgy engem semmilyen szinten nem érint, de... Um, de téged is érint valamilyen szempontból, mert, mert egy precedens arra, hogy nem kell mindig a homokba dugni a fejüket a fejlesztőknek, hanem vállalni a felelősséget olyan frissítésekért, amiket ők hoztak be. Igen, igen, mindenképpen. Az aggasztóan sokan próbálkoznak most ilyen védelmi megoldásokkal, vagy anti -cheat megoldásokkal, amik ennyire mélyen bele nyúlnak a, a, a és mint hogy egy trendet látnék itt megvalósulni. <laughs> nem is baj, hogyha ezt megpróbálják az emberek elkapni a lehetőleg hamarabb. Az más kérdés, hogy a Valorantnál viszont azt hiszem nem sikerült. Tehát az le szarták, mert az 5 millió uh, játékosból, vagy jó, nyilván nem, mert még azt hiszem csak csak, csak, csak uh, béta, zárt béta papíron. Csak mindenkinek kiszólták az összes influencernek, mm. de hogy igazából nem érdekli az embereket annyira, mert, mert, mert annyira tömegjáték, hogy egy át érdekli, 99-et nem. És ezért a Valorant az így, így megúszta ezt a dolgot. Egyenlőre. Hát, figyelj, ezért... Édes gyári, nyári gyermek. Szó szerint, egyébként. Lehetnek ezekből még problémák. Legyenek is, én azt mondom. <laughs> Menjünk tovább akarunk... én... a következő hírre, vagy akarunk beszélni a Doom-ra? mikor akarod kipróbálni a doom Amikor olcsóbb lesz. <laughs> Ez most így rosszul hangzik, de... Ja. Annyira nem keltettek fel az érdeklődésedet? De, borzasztóan, csak arra a hónapra, amire akkor be volt tervezve az, hogy én most megveszem a Dumot, akkor tönkrement a mosógép, venni kellett egy mosógépet, ami sokszorosa volt a Dumárának, tehát pár hónapra előre elköltöttem azt a pénzt, amit a Dumra tettem félre. Pedig van a négy Dumot is belőle akár. Hogy hát milyen úgy... jó lett volna. Hmm. Összes barátomnak jutott volna Dum, de hát <laughs> mosni kell a ruhákat. Nekem a nagyanyám azt mondta, hogy ők kézzel mostak annak idején. Ó, oh, tényleg? Uh -huh. Na majd akkor hozzáviszem viszem a mosatlanomat, és megoldja. Jó, két apró hír. Az egyik már konfirmálva van, hogy steam érkeznek játékok, ami már tuti biztos, hogy érkezik, és eddig platform-exkluzív volt, az a Sea of Thieves. Június harmadikán fog ez befutni befut, be a Steam kikötőjébe. Ez jobban működött volna Pirate bay -el. Hát igen. Hát mindegy, most már. És uh, hát ez tök jó, akit így érdekel, az nyugodtan nézen rá. Nem tudom az árat, nem tudok semmit. A Sea of Thieves megjelenéskor nem az a játék volt, amiért kifizeted a 60 dollárt. És már az volt az első játék, ami épített a game pass-ra. Hogy jobban szerették volna, hogy tényleg game pass-ra fizess elő, mm. és maradj abban benne, mint hogy megvett a játékot. Ennek a gyakorlatilag ö, uh, csúcsrajáratás most a Gears Tactics, ami egy ilyen 10-12 órás játék 70 dollárért, vagy 70 jó. euróért, amit nyilván őrület lenne, meg őrültség lenne megvenni, mivel annyira újrajátszási faktorral sem rendelkezik, multi nincsen benne, vagy multi nincsen jó. benne, úgyhogy uh, előfizeted egy hónapra Game pass és boldogan, boldogan játszod végig egy hónap alatt. Uh, Mondjuk ez az ő szempontjukból pont nem jó. A De jó, az mert a játék... az, 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 az lenne a gondolat, hogy előfizetsz, akkor utána már valószínűleg nem fogod lemondani. Hát egyrészt viszont a másik oldal, meg pont a Sea of Thieves, ami egy multiplayer játék, és az az lenne a lényege, hogy annak nincs vége, az bármennyi óráig játszhatod, és ha arra rákattansz a haverjaiddal, akkor tovább él a fizetésed, előfizetésed, mert nem akarsz lemondani a De ez játékon. jó a Microsoftnak. Ez jó a Microsoftnak. Ez jó a Microsoftnak. Microsoftnak minden jó, amit, amikor te pénzt költesz. De az jobb, hogyha egy végtelen játékra fizet elő. Ezért Igen. van az, hogy a, a Uplay Plus és a minden játékából az előfizetési rendszerbe a Gold edition teszi be, meg a, meg a Complete edition mert azok bőven 50 órával hosszabbak, mint az alapjáték, így könnyebben bent tudja tartani az embereket az előfizetési rendszerben. Ja. A lényeg, hogy jön ez, és akkor a Steam-en is játszhat, megvehetitek, játszhatjátok ezt a játékot. Most arra már jött ki hozzá rengeteg Viszonylag sok kettő-három nagy frissítés, úgyhogy lehet, hogy most már content is van benne. Igazából ez csak azért jó, hogy megadja a lehetőséget a platform választásra. Ennyi. Nem egy olyan dolog, amit vártunk, mint a messiást, mint én várom a kontroll megjelenését Steamre, de jó dolog, hogy kicsit így nyitnak egymás felé, még hogy egy kicsit önös érdekből is, de nyitnak egymás felé ezek a platformok. A másik pedig szintén egy érdekes nyitás, de ez még nincsen konfirmálva, viszont kb. 99%-os biztossága mondható, hogy előbb-utóbb érkezik az Apex Legends Steamre. Ez a legnagyobb jel a szivárgásokon túl az az, hogy bekerült egy fegyver vagy egy eszköz, ami, ami, amire rá van rakva, vagy egy skin, nem vagyok benne biztos, rá van rakva a kis Glados krumpli a Borderland 2-ből. Hát meg amikor az EA bejelentette, hogy most már Steamre megint jönnek a játékai, akkor talán az emberek Twitteren legelőször egy Apex fejlesztőt találtak meg a kérdéseikkel, vagy ő volt hajlandó válaszolni, és már akkor nagyon gyanús volt, úgy hivatkoztak az Apexre, hogy az mindenképp jönni fog Steamre előbb-utóbb. Az az érdekes, hogy ugye eddig egy játék jelent meg ebből a nagy felhorgadásból. Én nem ja, nagy újt eszembe, hát csak a Fallen Order, ami egy respawn játék, és Eleg. az Apex is egy respawn játék. Szóval valahol azért innen is lehet ezt sejteni. Um, ez meg nyilván azért van, mert sokkal több emberhez eljuthat így a, a, a játék, mint hogyha csak originán van, amit ugye, hát ezt nem nagyon szívesen indítja el az ember. Én nem szívesen indítom el. Mert mi... Mind... akárhányszor indítom az Origin-t, update-el. De ilyen napi szinten. <laughs> hát nem egy halott platform, fejlesztik folyamatosan. vagy foltozgatják, ugye nem mindegy, de a lényeg, hogy, hogy igen, állandóan update-el, és nagyon kényelmetlen a használata, és nagyon borzasztó, de most már nem is kell, hogyha apex akar valaki. Igen, itt egyébként, mivel ingyenes az Apex, a legnagyobb elérés a, a, fő célja az ilyenek. És mivel mikrotranszakciós. És mivel mikrotranszakciós, Steamen egy hatalmas játékos bázis nyílik meg. Tehát ez egy ilyen no-brainer, hogy oda feltöltik. Hát itt yes brainer mert hogyha nagyon bejött volna az Apex Legends, mint a Fortnite, akkor az emberek átmentek ja, volna. Ja, húzza az original uh, az embereket. igen, tehát a, a az, akik Fortnite-oznak, egy részük nem is hallott még a Steam-ről. Hát jó, mert hat évesek és nem tudnak olvasni. Nem, nem csak Ákos, egyre nőnek. Ezek nőnek. Amikor megjelent a Fortnite, 6 évesek voltak, most már 10-12 évesek. Jó, így. lehet, nem 12, de, de de most már olyan emberekről beszélünk, akik, akik felnőtt, érett ember szintjére lépnek, és még nem hallottak a Steamről, mert csak Fortnite-oznak. Wow, érdekes világban én. Vagy csak mi élünk ilyen buborékban, ahol a Steam az egy ilyen központi idol, amit, imádni, imád, amit imád, imádni kell, meg imádunk is szívesen. De nem ez volt, nem csak ez a két játék jelent meg, vagy potenciálisan jelenik meg Steamre, hanem megérkezett a Gwent is, Jó. ami eddig csak Gogon volt elérhető, a Witcherből kinőtt ingyenes kártyajáték. Mm, ők is keresik a, az utakat a játékosokhoz. Gondolom ezt hogy ilyenkor megnézik, kis piackutatás, látják, hogy mennyire maximalizált már hát. az elérést a Gogonát, valami a fancy grafikonjaik és ebből kiolvassák, hogy jó gogon már, nem fogunk több embert behúzni, akkor dobjuk ki Steamre és minden jó lesz. És reméljük, hogy minden jó lesz, mert a Gwent az egy jó játék, az Apex Legends is jó játék, és a Sea of Thieves pedig ingyenes. <laughs> Amúgy ingyenes? Ja nem, nem ingyenes, de még csak nem is ingyenes, most beszéltük, hogy 60 euró valamit annyira ingyenesen érted a fejemben, de nem volt. Azért, mert amikor megjelent, akkor volt az, hogy az Xbox, a Microsoft az ilyen hetente rakott ki olyat, hogy szerez most három hónapos előfizetést ingyen a Game Pass-ra, és ilyen egy évvel el ki tolni, és abban benne volt a kezdetektől a Sea of Thieves, és ezért bennem úgy rakódott le, mint egy ingyenes játék, de nem. Egy 20 forintos játékról van szó. Egyébként. Még. Micsoda? Még. Ki tudja, két, két, két hónap múlva már lehet ingyenes Már lehet 30 ezer forintos játékról lesz szó. Hát ah, mondjuk az már a forint árfolyamon múlva. Ami most kifejezetten kiszámítható. Jó. Oké, szóval az apex nem tudjuk, mikor a Gwent már megjelent, és a Sea of Thieves az június harmadikán érkezik. Úgyhogy rakjátok fel a Steam-et. vagy. Na, nem tudom, mi a tanulság. A tanulság az, hogy ki korán kell, aranyat lel. Az aki másnak, hamarabb belérik, mint a sánta A Aki másnak felmetás maga esik bele? Így történt ez. Az Epic Games store is, mikor feltették a Witcher 3 Game of the Year edition 14.99-ért, és az nem tetszett a CD Projektnek. Mármint az tetszett, az nem tetszett, hogy csaptak mellé egy 10 eurós kupont, és így mindenki 5 euróért hazavihette a Witcher 3-at. A Witcher 3 Game of the Year edition, Game of the Year edition. Ez a nem tudom, tavalyról esetleg emlékezhetek rá, mert akkor is beszéltünk róla, hogy az Epic Games Store-on volt egy kis felhördülés, és most is ugyanez a tárgya, hogy ö, nem igazán egyeztetve a magukkal, a, a, a fejlesztőkkel, meg a, meg, a, meg a platform részvevőivel, az Epic-esek kitalálták, hogy egyébként egy egész jó ötlet, olyan szempontból, hogy vásárlói szempontból, mindenki, aki létezik, az a létezése okán kap egy 10 eurós kupont az Epic Games Store-ra, amit beválthat minden játékra, ami 1499-be kerül minimum. Nem lehet eddigokat összevonni, erről beszéltünk múlt Igen. héten, ugye? Ö, nem lehet egyszerre több dolgot venni és úgy levonni belőle, mert nincsen kosar, kosar az Epic Games Store-on, de ettől függetlenül, például egy 20 eurós játékot, ami mondjuk úgy 20 eurós, hogy le van árazva a 60-ról, megvettek 5 euróért is akár. Ez egy Azt jó. Hogy? Hát úgyhogy hogy le van a játék 60-ról 20-ra, van rajta Igen. egy mínusz 66 és arra rárakod ha ja nem, akkor a 10, 10... eurót, akkor ez 10 lesz. Igen. Szóval 10, 10, euróért meg. Lényeg a lényeg, hogy nagyon jó lehetőség kicsit bővíteni az Epic Games Store-os vagy a Uplay-es fiókot, library mert mi arra használjuk elsősorban, hogy Uplay-et jókat vegyünk rajta keresztül. És egyik dolog követte a másikat, és tavaly ebből olyan nagy botrány lett, hogy egy csomó kiadó kihúzta a játékait az Epic Games store és azóta sem mentek vissza. Például a Paradox, amelyik uh, részt vett ebben a, az Epic Games Store-ban, mint, uh, mint a Vampire 2 Masquerade mm. játék, amint rákerült ez a, ez a lehetőség, azonnal kihúzta az Epic Games store és amennyire tudom, még most lehet Paradox játékot kapni az Epic Games Store-on. Ez kemény. Pedig az Epic benyeli ezt a költséget. Tehát az nem úgy néz ki, hogy az a 10 igen. eurót, amit te kedvezménybe kapsz, azt a kiadótól veszik el, hanem kipótolják a rendelésre. Végtelen is kínai is, pénzből igen, igen. Uh, fogják ezeket uh, kipótolni. A, a t Fortnite pénzetekből veszünk mi olcsóbb a játékot. Mert egy nagyon politikus válaszom lett volna, úgyhogy inkább <laughs> hagyjuk, inkább engedjük el. Um, a ezzel az Nyilván ez nem látszik elsőre, hogy mi a gond vele. A, a, az a gond, hogy hogy ö, í, í, csökkenti az értékét, innentől kezdvezetnek a játékoknak. Mert van egy ilyen piaci viselkedés, hogy egy játéknak a minimális értéke az ilyen tök fontos. Hogy mi az, ameddig leszokott menni. Mm -hmm. És hogyha alapból egy játék 60 euróért jelenne meg, de már 50 euróért meg lehet venni, akkor az lesz a belőtt minimum piaci érték. És ezért nehezebb eladni már 60 ért onnantól kezdve. Igen, mert más platformokon nem, nem, fognak ráharapni az emberek, mert mondják, hogy hát epiken 10 euróval olcsóbban meg De amikor utána lemegy ez az akció, a. akkor is az lesz a, az lesz a, az, a kőbevésett minimum érték. Igen, igen, mert felkerül az Isler Any re és mindenki, aki felmegy, megnézheti, hogy hoppá, ez a játék már volt sokkal olcsóbb, akkor minek vegyem meg. Ez egy kicsit bonyolult a gazdasági, <gazdasági dolog ennél, mert nagyon kevesen nézik az Isler Any Deal-t, szerintem. Várján. csak valahogy le kellett egyszerűsíteni. Nagy, nagy, nagyon jó munkát végeztél. <laughs> <Még> látszik, nem. <laughs> és, és most ugyanezt történt, csak most egy kicsit nagyobb volumenű játékot sikerült ennyire nagyon olcsón adni. Ez most részletkérdés, mert a Witcher a 5 éves játék a. Nem az a kérdés, ketség, hogy meg nem hány éves. Az, az a kérdés, hogy a Paradox az egy kis svéd kiadó, a CD Projekt Red az pedig Ez Európa legértékesebb kiadója most, jött a, a hír, tegnapi hír, hogy megelőzte a Ubisoftot. <laughs> a fucking Ubisoftot előzte meg, úgyhogy, ja, nem szarra gurigázunk, és ez nem tetszett az egész, hogy a 15 eurós, tehát az alapból 60 euróról, 15 euróra leárazott Witcher 3 Game of the Year Edition beszerezhető 5 euróért az Epic Game store -on. Annak ellenére nem tetszett a CD Projektnek, hogy ugye ezt ők nem érzik meg közvetlenül, csak közvetetten ezt az olcsósítást és leszóltak, hogy mi lenne, hogyha nem, mert kitaláljuk, akkor lehet, hogy kitaláljuk húzni a játékainkat, including but not limited to Cyberpunk 2077 a, a, a ti rendszeretekből és ti azt nem szeretnétek. Én az, igen. Semmi, semmi, semmi. És az Epic Games Store meghúzta erre a legepic Games store választ, amit valaha láttál. Levitt a játékárát 14.98-ra. Ez egy... Akár egy top lifehack videóba is bekerülhetne, <laughs> mert így már nem lehet aktiválni rá. Igen. Ak a kupont. Nem az, hogy leviszik 14-re, vagy uram, 12-re. 14.98. Amit, amit megdicsértük tavaly, tavaly múlt, múlt héten ezen. őket, hogy milyen jó, hogy a 1499-esre is vonatkoznak ezek a, az akciók, nem csak a 15-nél kezdődik a, a beváltás. Hát most ezt vissza is vonhatjuk <laughs> ilyen, ilyen uh, sungal, mert a 1498 az már, az már nem. Hát ez egy, ez egy érdekes dolog volt. Közben azért csekkoltam a biztonság kedvéért, hogy mi a legalacsonyabb bár, amiért értékesíteni szokták más platformokon a, a Game of the year a Witcher 3-nál, és 15. 15, igen. Én 15 ennél volt, nem ment valóságon. lejjebb, úgyhogy valószínűleg ezért rágtak be, mert hogy Eléggé. megharmadolták lényegében elég. Ez, ez elég, elég dúra volt, és mindenki le is csapott rá, aki, aki, aki tudott. Úgyhogy egy kicsit dicsitelen fejezet, egy újabb dicsitelen fejezet az Epic Games Store történetében. De szerencsére van mivel ellenpontoznunk, mert egy jó dolgot is csinált az Epic. Meg hát most ez is olyan, hogy <coughs> ha húzod meg a határt, hogy ez hol jó és hol rossz. Mert végeredményben igen, gazdaságilag lehet, hogy messze menő következményei vannak, bár nem hiszem, hogy a Witcher 3-nál már bármilyen messze menő következmény ezzel kapcsolatban. Hát, 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 azért a Witcher 3 píkelt a, a játékos szám tekintetében, mikor megjelent a netflix sorozat. Tehát az nem olyan játék, amit már nem vesz meg senki. Jó, az igaz. A, 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 a... GTA 5, GTA volt, 5 minden évben a világ leg, legjobban eladott játéka. <gül> <gül> szóval attól, hogy valami 5 éves, attól még nem azt jelenti, hogy nincsen elképesztő tömegű ember, aki meg akarja venni. Hát jó, csak... <laughs> Igen mond, mond. Nehéz, mivel nem látok bele a, 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 gazdasági következményeibe, és csak a felszínt látom, mert egy ilyen felszínes szarember vagyok. Én elnyit látok belőle, hogy a CD Projekt a pénzénél van, a játékos nagyon jól járt, és mégis elkézzük miatt az Epic Games Store-t. Az Epic Games Store-t is elkézzük, a CD Projektet is elkézzük egy kicsit, figyelj, hogyha, hogyha ekézünk valakit, akkor a CD Projektet ugyanolyan, ugyanolyan mértékben, mint az Epiket. Az Epiknek csak ez a... Ez, a, ez az eljárásmód. Tehát, hogy... Aj, hogy... hogy, nem egyeztetnek? Vagy akkor... Nem, ne, nem is az, hogy nem egyeztetnek. Oké, okay, azt már megbeszéltük tavaly. Hanem az, hogy 1498. Érted? Ja, hát most valahogy meg kellett menteniük magukat. Hát igen ebből a helyzetből, hogy ne haragítsák magukra a CD projektet. Tehát ilyen szempontból mi a másik megoldásod? Raksz egy kis csillagot és mondod, hogy hát mindre beváltatod, de erre pont nem. Nincs jó megoldás. Talán ez a legjobb megoldás. Hogyha levették volna mondjuk róla a 75%-ot, és 50%-ra értékedik le. Akkor ja, hogy a végére 30, ugyanúgy 15-re jön ki, vagy mi? Hát valami olyasmi, de hogyha mondjuk csak 50-re akkor ugye akkor is 30 euró, és akkor 20 euróba kerül ami nem egy világbajnok ár, de még mindig azért 20 euró, 15 euró nyugaton nem számít. Hát igen, az epiknek viszont számít, mert akkor már nem tőlük veszed. Mert most itt tőlük fogod venni, 14.98-ért. Hát ez a történelmi alacsony ár, <laughs> egyszerűen mint a steam -e. Nem vagyok meggyőzve. Nem haragszunk senkire, akkor csak csalódottak vagyunk. Ja, jó. Én már ezt nem tudom követni általában most már, most, ahogy öregszünk egyre inkább ez az, hogy nem haragszunk, csak csalódottak vagyunk. De akkor mondhatom a jó hírt? Mond, mond. Uh, ezt mondta. Neked miért behangod? Az epik uh, pozitív, ezen a héten, hogy um, részleges visszatérítést kapsz akkor, hogyha megvettél egy olyan játékot, amit nem rég árasztak le. Tehát gyakorlati eset, hogyha te megvetted egyik héten 20 euróért a játékot, majd a következő leárazáson az a játék csak 10-be kerül, akkor az epik kérdezés nélkül visszaküld neked 10 eurót, mondván, hogy rosszul jártál, bocsi, pont most lett leárazva, de hogy ne haragudjál, ezért itt a pénzed nagy része, és nem kell aktívan utána menned, ők intézik, ebben nekik valószínűleg az az előny, hogy nem kell rengeteg uh, support ticketre válaszolni, nem kell az embereket azzal, uh -huh. nem kell alkalmazottakat azzal foglalkoztatni, hogy egyesével visszaküldjék az emberek pénzét, hanem úgy vannak vele, hogy jó, akkor menjen vissza mindenkinek, még akkor is, ha lenne olyan, aki nem veszi észre, hogy jó a leárazásban már felányba kerül a játék. Kereszkérdéseim vannak. Mennyire vagy felkészülve a témából? Egyáltalán nem. Jó. Mennyi ideig áll ez a dolog? Tehát, hogyha valamit megveszek most, és ha három év múlva leárazásra kerül, akkor kapok érte visszatérítést? Gyanítom, hogy két hétnél tovább ez nem tart. Oké. Okay. Következő. Visszakapom a pénzt a számlámra, vagy pedig valami fajta in-store kreditet kapok, vagy... E de azt hiszem, az Epic games nak nincs Epic is games a kosárja sincs. Hogy kapnád vissza in-game -izé, Mert akkor, platform körülcíbe. akkor mondhatnám azt, hogy hogy ezzel gyakorlatilag a, a, a költést um, próbálják rávenni az embereket, hogy megint költsenek visszatérően, de hogyha még ez sincsen, hát akkor az így király. Ez egyébként a, 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 a... Meg lesz. Mindegy. A steam akartam hozni, hogy, hogy végül is ott is van, mert a, a Steam-nél, ez egy különleges eset, a Steam szélek a legendás Steam azért voltak jók, mert hogy voltak ilyen villámakciók, hogy valami csak uh -huh. egy órán keresztül, vagy vagy 12 órán keresztül, szuper olcsó. És hogyha elkaptad, akkor elkaptad, és nagyon jól jártál, ha nem kaptad el, akkor viszont készültél, hogy a következő nyári lárazásig olyan mély lárazása nem lesz annak a játéknak, ilyen 80-90%-okról beszélünk. De amint bejött a refund, azzal egy időben haltak meg ezek a nagy Steam lárazások, mert így értelmét vesztette hogy a, a szél elején megveszed a játékot és hogy hogy nem a másik nap a 12 órás deal azaz az, hogy sokkal olcsóbban van a játék és ez egy csomó fölösleges energiát vagy fölösleges munkát generált volna a Steamnek hogy mindenkinek visszaadja a pénzét hogy aztán megvehessék olcsóban a játékot tehát ez a refundok -ok miatt van így mióta él ez, hogy két órát játszhatsz a játékkal, meg bizonyos időn belül visszaválthatod, azóta nem jó biznisz a, a körüli játékvétel, mert akkor a játékos mindig, azon, mindig megy a, a, a supporthoz, hogy adjátok már vissza a pénzemet, hogy újra megvehessem a játékot olcsóbban. Hát, tehát akkor meglett nekünk ez, a, ez az opció, hogy visszavigyük a játékot digitálisan, de milyen áron? Milyen akkor? <laughs> hát szerintem jobban jártak végeredményben a játékosok. Oké, okay, hogy most már a Steam leárazások nem annyira legendásak. A Steam leárazások legendásan ugyanolyanok, mint, mi mint Minden olyan évben, mindig. Igen, de közben meg egész évben ott van neked az a biztonsági háló, hogyha rossz a játék, vagy játszhatatlan, vagy bagos, akkor visszaválthatod, és ez szerintem többet ér, mint egy nagy legendás Steam leárazás, mert a nagy legendás Steam leárazások meg átköltöztek Fnatic-öre. <laughs> meg Epicre a 10 eurós kuponnal, meg Ubisoftra a 20%-os beváltható Ubisoft pontokkal. Ja. Hát jó, legyen. Én használtam párszor ezt az opciót egyébként, a Akkor meg... opciót. Például a Jurassic World Evolution-nél. És Többi többit nem tudom, de valami, valamelyiknél még használtam, de nem tudom, hogy melyiknél. Azt tudom, hogy a Gogon úgy vette meg a rimworld hogy amikor ott is lett ez a lehetőség, és aztán végül azt nem váltottam vissza, mert az bejött. Tehát tökéletesen használod a rendszert, bálasz, én, én, el. én, elképesztően optimalizáltam. Na akkor ez van a mérleg egyik nyelvén, a másik nyelvén meg az van, hogy megvetted volna egy euróért a Hotline Miami-t. Jaj. Erőt hogy most egy euró a fanatikon a nem, a Humble bundle van egy, van egy bundle, Capcom bundle, amiből a legtöbb dolog nem érdekel, de az egy eurós tilben ott van az, az, az Odyssey to the West. Mi is a címe? Enslaved Odyssey Inslaved to the West. Andy Odyssey. a... Hát a, az ő koprodukciójával készült kalandjáték, amit, amivel én is nagyon sokáig szemeztem, aztán megvettem Humble bundle mikor benne volt egy ilyen 5 eurós ha! csomagban. Te idióta! Én játszottam vele négy órát, aztán így nem játszottam vele többet. Egyszer tényleg befejezem, de hogy, hogy az a játék, ami akkor volt igazán forma bontó meg legendásan, amikor megjelent. Azóta meg már jó, továbbra is jó, de már nem a mm. nagy dobás. Nekem kb. 6 éven át volt rajta a kívánság listámon, aztán beláttam a valóságot, és levettem róla, de most lehet, hogy befizetek rá egy euróért. Hmm. De ha már ilyen uh, kihagyatlan dolgokról beszélünk, akkor, és az Epic Games Store-ról, akkor az eheti Epic Games Store ingyenes. Sászok nem szponzorál még az Epic Games Store. Azt képzeld el, hogy valaki most egy évvel korábbi podcastot hallgatott meg, ahol se csinálunk, csak az epiket most ide jön, és de, ezt amiatt, kell de amiatt az ekézés miatt vannak ezek a pozitív dolgok. Ez így van. Ha akkor nem szólalunk fel, mi, Igen. te megél, nem Igen. úgy általában Felsz, a gémi, hanem való. mi ketten, akkor ezek nincsenek, ezek a pozitívumok. Szívesen. Szívesen! Jézusom. <gül> <gül> szóval, <gül> ö, szóval ö, most az ehet ingyenes játék, az a Civilization 6. Amennyiben ezt 2021-ben hallgatjátok. A Civilization 7. <laughs> akkor nem tudjuk, nézzetek föl a, az Epic Games uh, uh, oldalára, um, de akkor, akkor, már valószínűleg egy kicsit megint más világ van. Inkább hallgassatok recens podcastokat. Ja, Abban több, több, a jobb info. Mi, mit, mit csinálsz az életeddel, ha ezt 2021-ben hallgatod? Jézusom. Semmi relevant lehet, nincs már ezenek a dolgoknak. Honnan tudod, lehet, hogy az Epic Games Store történetéről írsz szakdolgozatot? mi vagyunk a forrás. Igen, ez kutató Látom, hogy berakja a források közé. Hát mert most mi legyen, izé, más világi YouTube csatorn, az ja, az aztán a hiteles forrás. Na mindegy, szóval Civilization hat az ingyenes, úgyhogy ezzel igazából be is bizonyosodott, hogy a következő két hét ingyenes játékok, azok a, a megfelelően az Apex Legends és a Borderlands Handsome Collections lesznek. Wow! Egy dolgod volt! Egyetlen nem, nem egy az Apex Legends, volt. bocsánat. A... Ark, nagyon sok dolgom volt. van, én hoztam az összes hírt. Még hogy egy dolgom volt. Én, 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 csinálom itt a heavy liftinget. Szóval nem az Apex Legends, hanem az Ark Survival Evolved. Evolved. Amit érdemes megnézni, mert tinik milliói élnek halnak azért a játékért, úgyhogy a világ legosmányabb jával rendelkezik. De tényleg. Wow, próbáljátok ki. Próbáljátok Dino, ki, vannak mert... Balázs? Dino. Azt én ezt értem, de... Amúgy van egy olyan érzésem, hogy a populáris kultúra kinőtte a dinókat. Mert most már inkább a vicc kategória, hogyha dinókkal foglalkozol. Most már nem az a menő dolog, mint a Jurassic Park idején volt. Lehet, hogy csak mi gondoltuk, akkor, akkor menőnek meg gyerekek voltunk. Nem, az egész világ menőnek gondolta, mert Steven Spielberg menőnek gondolta. És Egyen ő határozza kint... meg a világ ízlését. Én... Én azért azt mondanám, hogy változó, mert például a Warhammerben menő dolgok a dinók. Ah, mondjuk ez lehet. Viszont az ép, a Ark Survivor-i Wolfban csak, csak így vannak. Na mindegy. De vannak dinócsontok a Nintendo Switch-re uh, megjelent Animal Crossing, New Horizons-ben is. Ki kell ásni. Azt hittem az Animal Crossing-ban nincs halál. A dinók meghaltak. Elég, én nem játszok vele, az szomorú. Én vidámságra vágyom. <laughs> nagyon érdekes egyébként, mert uh, lore ügyileg nem áll össze ez a világ. Mert például van benne uh, az egyik ilyen megvető tárgy, az egy, az egy full ember csontváz. Miközben nem emberek vannak, vagy nem úgy néznek ki az emberek a játékban, ahogy ja. az ember csontváz. Ez egy realisztikus ember csontváz. Miközben maguk a karakterek, azok ilyen rajzolt, meseszerű kis emberkék. Nagy feljel meg vicces, vicces kis végtagokkal. Én gyanítom, hogy a... az Animal Crossing része a pixar theory-nek. <laughs> az a teória, ami szerint a Pixar összes filmje egy poszt-apokaliptikus világban játszódik. Nem, nem, nem az összes, az csak egy részük. Csak egy részük. A... Tehát az összes az, film egy univerzumban Igen, játszódik? Igen, és a posztapokalipsis az a voli előtt történik, vagy nem? Tehát az apokalipszis az, az a voli előtt történik, és az autók az, ami a verdák. Me, a verdák, Autok. igen, meg a... A verdák az, ami... Az egy élete. Az is? Igen. Nem, mert abban vannak emberek. Igen? Jep. Nem, hol? De amikor elpiknikeznek, és ott, ott... Jó, az, az más. Nem, azok emberek. Az glitch. Mm -mm. Az egy animus glitch. Szóval az animal crossing, az azért crossing, mert crossing into another world. Meg a szörnyerté is. Ma Na az, 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 viszont tényleg. Attódi. Bár, azt nem tudom, hogy... És Mó meg egy kennik. időutazó. Aki benne, van a, ja, igen, az, aki benne igen. van a Braveheart-ban. Ja igen, ő az, aki asszonyként benne van a Braveheart-ban. Nem Braveheart. Brave. Csak Brave. <laughs> Megyek a hülyeséged után. Na de még van egy kis időnk, a mivel játszom mostanában. De hát a cifat ingyenes. Nem, Mármint, hátuk. hogy mondtuk, de nem fejtettük ki. Mit kell ezen kifejteni ingyenes egy hétig? Örüljetek <laughs> uh, 28-áig, azt hiszem. Siessetek. De ne idézzetek ezzel a kapcsolatban. Bárki bármit mond a cifat, egy jó játék. A cifat egy jó játék, ha szereted a cifatot. Igen. Speaking of which, várható cifat content a csatornán. Na. Egy kevés, de várható, meg streamek. Szóval Ból kössétek lesz. fel a felkötni való. Várjuk szeretettel. Hmm, Backseat Gaming. Szóval jöhet a következő, amivel játszom mostanában. Topikunk. Fó. Kitalálom. Cifat. Igen, de nem erről akarok beszélni. <laughs> Na. Nem, te kezded. Én kezdem. Én mostanában... Azt csinálom, hogy folytattam a szekirót. mert valami isteni sugallat folytán úgy éreztem, hogy folytatnom kell. Láttam, hogy először a Genichirót. Ugye? Ő a mid játékbossz, uh -huh. nagyjából, vagyis ezt mondogatják, hogy a játék közepe felé van, és előtte is már lehet felfedezni a pályát, meg menni különböző irányokba. De azt mondják, hogy őt illik legyőzni, ő ilyen skill check, meg a, meg a, a story is akkor folytatódik igazán, hogyha őt legyőzöd, És hát én őt nagyon féltem. Annyira féltem, hogy mikor először megpróbáltam, az első tíz alkalommal, amikor megpróbáltam legyőzni, hát ilyen nem is tudom hány januárban játszottam vele utoljára, ami azt jelenti, hogy ilyen laza négy-öt hónapra féltettem a, a Sekirót, de most összeszedtem minden bátorságomat, leültem, gyakoroltam egy kicsit, mert a Sekiro gondol rád, a Sekiro szeret téged. A Sekiro minden egyes alkalommal földbe döngöl és megaláz, de emellett nagyon szeret téged, úgyhogy a fő hub vagy pályarész mellett van egy ilyen kis ember, aki csak azért van ott, hogy az új képességeidet kipróbál, mm -hmm. meg, meg, meg tényleg gyakorolj rajta, hogy ne rozsdáljon be a képességed, úgyhogy visszaléptem a Sekiroba, harcolgattam vele egy picit, aztán mentem Genicsiróhoz, hogy 20-szor elkenje az arcomat, és ebből a húsz alkalomból kétszer, sőt háromszor csak egy ütés legyen hátra. Mm. Tudod, az a nagyon fájdalmas, mikor tudod, hogy csak egyet beleüt, mm. és vége az egésznek, ilyenkor leszel igazán greedy, ilyenkor mész rá, és dobod el az agyadat, aztán természetesen meg is kapod, amit érdemelsz, és elveszed a csatát. De nagyon nehezen sikerült legyőzni. Újra kinyílt a játék, újra van egy csomó irány, amiben mehetek, Úgyhogy elég várom, hogy beleütközök a következő posztba. <laughs> Azt hiszem most kezd elborulni maga a világa, de ebben nem vagyok biztos. Uh, yeah. De ha már pénzt adtál érte, akkor érdemes játszani vele. Ajándékba kaptam. Ó, oh, nem mondod. De. Akkor ha már más pénzt adott érte. <laughs> Sokat. Igen, az benne még a nagyon jó, hogy elfelejtettem. De nagyon ki akartam mondani, azért elkezdtem a mondatot a, 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 abban reménykedve, hogy mire végre érek, érek eszembe jut, de nem. Nagyon jó a harcrendszer, hogy eszembe. eszembe. Uh, amivel én játszom, hát eszembe jut a mondat vége. Uh, két dologról szeretnék beszélni, az egyik a Mafia 3. <laughs> 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 Megvettem most, mint az őrült csaptam le rá, mert hogy megjelent a, a Mafia 3, meg a kettő Definitive Edition. Egyik sem lett egy matyó hímzés állítólag. Főleg a három nem, mert a három gyakorlatilag csak újra csomagolták az egészet. Viszont, akinek megvolt a Mafia 3, az megkapta mellé az összes DLC-t. Meg a Mafia 2 mellé is megkapta a DLC-t. Upgrade a, a már meglévő játékot. És kiderült, hogy a Fanatical még árul olyan kulcsokat, amiket mm -hmm. ha beváltasz, akkor ezt az új csomagot fogod megkapni. Régi álom. Úgyhogy, mint az őrült lecsapam rá és megvettem, és fel is raktam már akkor, és hát ez nem egy matyó ez az tény. Nagyon rossz optimalizált. Jaj, de jó. Nagyon csúnya. Csúnya. <laughs> csúnya. És nagyon fura az autók irányítása. Mondjuk ez egy... Már már, már már része a maffia sorozatnak. Ja. Nem, a kettőben jó volt az autók. Akkor keverem az Elé abban volt katasztrófa az autóban, meg is a GTA 4 -ben. többen jó volt. Az Elinoárban kicsit furi volt, de ezek ugye nem. Az azért nem a többen én úgy emlékszem, hogy nagyon rati volt. Nem mindegy is, nem számít. És a lényeg a lényeg, hogy nem messzire jutottam, de haladok vele nagyon lassan, csak így nincs kedvem. De most már ez ha ez egy jó érte, volt. a érte 10 euró. De, de a elég. Definitive edition kaptam meg így ennek köszönhetően. Az, az, az összes DLC-vel. Az ah. összes DLC-vel. A sztori érdekesnek tűnik, tetszik az egész, mert az egész képzeletben egy ilyen dokumentumfilm szerűen van, tehát konkrétan elkezd beszélni egy karakter, egy öreg karakter, és mesél arról a főszereplőnek az életéről. És kiderül, hogy az, az, a, az a csóka, az ott volt a, a bandában. És mint egy ilyen utólagosan mesél egy doku, doku filmeseknek, meg aki még narálja, az egy ilyen FBI ügynök, vagy micsoda, aki szintén utólag mesél arról, hogy hogyan történtek a dolgok. Igazi true detective. És akkor persze mondják az elején, hogy It's shame what happened. It's damn shame. Ez és akkor, a book. Igen, és akkor ha, mit Um, Meg amúgy biztos jó lesz, csak kicsit csalódás keltő, hogy mennyire alapdolgokat nem javítottak, meg mennyire nem nyúltak hozzá a játékhoz. Ez az egyik a másik véglete, vagyis a másik oldalon, ha egy ilyen képzeletbeli is skálát nézünk, a, a munka tekintetében, akkor ott elhelyezkedik a terrária. Amit most felraktam, nagyjából 14 körül játszottam vele utoljára, egy ilyen raza 30 órán van benne, szóval még kezdőnek sem vagyok nevezhető, de most felraktam, mert hogy kijött hozzá az utolsó nagy pecs, és uh, kicsit elmélyültem benne, és tök jó. A szó szerint jöttél el benne? Ar arra Igy... A, arra emlékszem a teráriában, hogy lehet lefelé ásni. <laughs> nagyon lehet lefelé ásni, és ilyen végtelen ideig lehet lefelé ásni. A legalján van a pokol, de az nagyon-nagyon-nagyon mélyen van. Úgyhogy még oda nem jutottam le. De haladok, haladok lefelé. Csak van ez a mechanika benne, hogyha elérsz egy bizonyos élet, életszintet, tehát van bizonyos max hp akkor aktiválódhat a Blood Moon, ami egy ilyen horda event. És éjszaka jönnek az e extrém sok zombi. És uh, én valamiért összeszedtem az első két órában annyi életet, hogy most már gyakorlatilag minden második éjszak aktiválódik a Blood Moon, ami szerintem kicsit furi, de legyen. Ehhez kapcsolódóan egyébként egy pozitív hír, hogy uh, kikerült, csak hogy vannak ilyen responsív devek, akik így meg meghallgatják aha. a community-t. Kiderült, kikrült egy poszt, ami azt részletezte, hogy az új patch hozott be egy lak nevű játékmechanikát, ami egy rejtett és büntető játékmechanika, ami a legjobb ja, fajta. Jó, ugye? <laughs> Igen. Az a lényeg, hogy hogy rosszabb lesznek a droprétek a különböző dolgokból, hogyha nem megfelelő fákját használsz a megfelelő bajomokban. De erről te nem tudsz csak azt látod, hogy van sivatagi fákjád, meg sima fákjád, és hmm. én például mindenhol sima fákját használtam, és ezért állítólag rosszabb volt a drop rate. Ez mondjuk elég görénység. Mi az, hogy sivatagi fákja, meg barlangi fák? <laughs> az az oké okay lenne, hogyha mondjuk buffot adna, de nem az, hogy, tehát, hogy ilyen, ne ilyen. büntessen érte aktívan. És kb. másfél nappal később kikerült egy új patch, ami, ami pontosan ezt csinálta, hogy kivette a büntetést, kivette a, a, a szerencse csökkentést, és helyette buffokat ad akkor, hogyha jó, jó használsz a megfelelő biomban. Technikai kérdés. Igen. Hogyha leásol a pokolig, uh -huh. elkezdődik a Doom 2016-os, így átteleportál a játék? Igen, átmegy az, átmegy az a, egész az 3D-be. De nem, Egy az, jön. nem a 16-os Doom, az eredeti. Ja, uh -huh. az még jobb, uh -huh. gondolom. Ja, amit bilincszetel kellett az egeret irányítanod. Azok voltak az önküvők, nem kellett célozni, aranyélet volt. A ezeket kitörölni, mert megcsinálták a többiek. Mert olyan pici voltam akkor még, hogy anyukám törölt a fenekemet. De mindenki volt olyan pici. Ne nézzetek úgy rá, mintha úgy jöttetek volna elő, hogy, hogy, hogy már rögtön a segeteket tudtátok törölni. Jézusom. A ha ilyenek voltatok, akkor írjátok meg kommentbe. Jó, mindenképpen. Um, ennyi, ez a, ez a, kettő, amit aktívan játszom, meg ny mellette nyilván a Warhammer, meg a Civilization, de arról tudtok, meg, meg az Anno, mert az a csatornán így prominensen szerepel. Meg az XCOM, haladok az XCOM-mal, és még nem utálom. Ki mérezkod? Aha. Na, azt is elkezdtem folytatni. Ex Minyar, folytatni. E e eljutok a második bosszik a háromból. Én már túl vagyok a második bosszon a háromból. Na. De majd erről beszélünk, hogyha befejeztük mindkettőt. Jó. Köszönjük a figyelmet, ennyi voltunk már, és találkozunk legközelebb. Vagy Discordon. Vagy a komment szekcióban. Sok helyen megtaláltok. Vagy az utcán, Debrecen. most már ki lehet menni. Most már ki lehet menni. Ja, bármikor. Bármikor jöhetek autogramot kérni. ha <laughs> általában biciklivel vagyok, úgyhogy nem tudtok megállítani. <laughs> Sziasztok. Hello.